Sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit! A mai nap ezt a Husqvarna öreg gépet szeretném úgymond hiba feltárni. Ezt a gépet valaki kérte tőlem, én mondtam, hogy én ettől meg fogok válni, ha esetleg valakinek kell, felújítom és meg lehet vásárolni. Kaptam rá egy ajánlatot, méghozzá 30 ezer forint plusz kiszállítást, megjavítva, tehát úgy, hogyha meg tudjuk javítani. Na, ebben ezért arra gondoltam, ha már 20 ezer forintból én ezt rendbe tudom tenni, akkor én azt mondom, az egy korrekt ajánlat, a 30 ezer forint, akkor érdemes nekiállnom, és tulajdonképpen lesz két boldog ember, egy olyan, aki egy ilyen vackot akar, meg egy olyan, akinek lesz egy 10 000 se több a zsebébe, és ez pont én leszek. Na szóval, ezt a gépet én úgymond ajándékba kaptam, de valójában ilyen felajánlás gép ez. Tehát nem a személyemnek szólt a gép, csak ide küldték, nem tudták megjavítani, vagy nem akarták, vagy nem volt érdemes, tehát anyagilag nem volt érdemes, mert nem is annyira polcosnak való gép a kopásai miatt, de igazából ez már nem is annyira használati gép, viszont aki tőlem megvásárolná, az használni akarná. Na, tehát akkor a feladatunk az, hogy ebből az oldtimerből egy használható üzembiztos gépet varázsoljunk, tehát nem restaurálni fogjuk, meg nem mit tudom én, tehát polcos gépet készítünk belőle, hanem egy ütött, kopott, de stabil működésű gépet szeretnénk összehozni. Ha ez nem jön össze, akkor ebből lett egy videó, vagy kettő esetleg, és szerintem az, aki megvenni, az is meg lesz nélküle, meg én is. Na, nagyjából, tehát ilyen, hogy mondjam, tehát a vesztesek nyugalmával, tehát úgy állok hozzá, hogy nem valószínű, hogy ebből lesz valami, tulajdonképpen majd meglátjuk. Tehát meglátjuk alapon, fogok ennek a gépnek nekiállni. Ha összetudom hozni, minél olcsóban, én annál jobban járok. Tehát nekem az a lényeg az egészben, hogy minél több maradjon a zsebembe. Aki meg ezt a gépet megveszi tőlem, annak még az a lényeg, hogy minél jobb gépet kapjon. Na, hát a kettő között valami kompromisszum meg lesz, úgyhogy például ilyenek, hogy majd én reszelek bele egy dugattyút, meg mit tudom én, majd valami linoleumból vágok bele szimeringet. Láttam már, még ti is láttatok már ilyen felújítást, és akkor szerintem nagyon jó fogok járni. Na hát, 20-44 se. Akkor ha az se, akkor mi se. Na hát, srácok, most kellene, hogy rikkentsek valami balladát, ugye? Valami ilyesmit kéne rikkentenem róla. De tulajdonképpen ezek a régi gépek nem az én világom. Amint megérkezett, akkor megrángattam. Ez látszik abból, hogy kin is maradt a berántó. Tehát, mint egy igazi amatőr, kirántottam a belit neki, de működni nem akart. Na hát, ez a 444-es nem az a 4-es széria, ami a 3-os után született. Na majd kivikipédiázom, tehát kianekdótázom én is az internetről a hülyeséget, aztán ide kiírom nektek, srácok, hogy ez mikor születhetett, meddig gyárthatták, ha bár biztos, hogy benne lesz olyan ember, aki jobban fogja tudni, mint a Wikipédia, tehát mindig van ilyen. Utoljára én azt hiszem, hogy nem is tudom, a 61-es Husqvarnát írtam ki ilyen felületről, de úgy írtam ki, srácok, hogy kimásoltam. Tehát nem, hogy kigépeltem én, hanem bemásoltam, és attól is volt, aki jobban tudta, hogy 40 évig gyártották. Van ilyen, srácok, tehát a Wikipédia pár ilyen fotelharcos mellett elbújhat, nyugodtan elmehet a sunyiba. Na, de minket ez annyira nem érdekel, mert igazából nem vagyunk se történészek, se restaurátorok, semmi, csak ilyen gépgyilkosok, úgyhogy ami most következik, hogy egyáltalán meg tudjuk nézni, hogy lesz-e egyáltalán szikra vagy bármi, ezt a berántót javítani kell. Úgyhogy, ha bár ezt képpel fogom, ilyen sima fejű csavarok vannak benne, ami utálatos. Elképzelhető, hogy amikor én ezt rakom össze, akkor már nem tudom, hogy ebben ilyenek voltak-e. Elképzelhető, hogy ezzel adták ki. De lehet, hogy én busszal fogom összerakni, ezt akartam mondani, esetleg az, aki megvenni a gépet, és
és ez miatt szívinfarktus kapna, akkor simán zacskóba ezeket a csavarokat elküldöm neked. Itt van ez a két kis fém köröm, gondolom, hogy ez akad ide be, jó erős rugói vannak. Akkor ennek aztán lehet ám hangja, amikor srácok ezt tekeri, mert sokszor lehet hallani azoknál a gépeknél, ahol nagyon erős ez a rugó, ott van ilyen ez a körömcsilingelése van az egésznek, de hát ez kit érdekel, igaz? Na, tesszük vére a gépet, foglalkozzunk egy kicsit ebben a berántóval. Hát sima imbusszal van a közepe oda tekerve, úgyhogy már is tudom kiszedni. Ebbe is lesz minden, ez olyan, mint srácok a Brix fűnyírók. Az is lesz több, lett több videó itt az ünnepek alatt, srácok, egy Quantum 35-öst javítottam. Szenvedtem vele. Hopszi, hát ez a rugó, ez el van törődve. Azon. Ez a rugó elment a levesbe. Jó, ennyi hiányzik belőle, itt azért én még nem adom fel. Tehát simán meg fogom hajlítani annak a végét, fölbelegítem, meghajlítom, kicsit kihúzom, és ennyi a történet, tehát ez attól még működni fog, higgyétek nekem. Na, tehát van egy rugótörésünk, addig rángattam az egész történetet, ameddig el nem törtem a rugót. Király. Hát lánggal valahogy meghajlítottam a végét, lesz, ami lesz vele, megpróbálom visszatekerni. Aki már tekert vissza ilyen rugót, az tudja nagyon jól, hogy ez a berántó minél mélyebb tálca, annál rosszabb beletekerni, és ez egy kimondottan mély tálca. Ki kellett vegyem ezt a peremet, így akkor le tudom fogni két oldalt. Ha nem tudod lefogni két oldalt, akkor kudarca vagy ítélve. Mert ugye még az egyik oldalt nyomod, a másik oldal jön fölfele. Mert ilyenkor szeret össze paszódni. Elnézést a kifejezésére. Oké. Ugye azért kell inkább pörgetni magát a berántót. Aztán valahogy vissza kell, lehet kendácsolni. Általában az utolsó pillanatban azért szét szokott még egyszer-kétszer ugrani. Minél nagyobb egy berántó, annál, és minél laposabb, annál könnyebb egyébként belerakni ezt a rugót. Meg ennek az öreg rugónak van ám erőssége, tehát nem egy kínai jellegű ilyen hajszálvékony szar. Megvan, srácok, elsőre egyszer akar csak megindulni kifelé, de kézben tartottam az eseményeket. Na, lehet visszaszerelni akkor ugye ezt a tartót, ez egy jó dolog. Egyébként egy az, hogy megvezeti a madzagot, a berántó madzagot is. Nem rossz, srácok. Két oldalt van neki akasztója, vagy akadója. Adok egy kis zsírt neki, aztán meglátjuk, hogy mit csináltunk. Ha tudom rángatni, már nyertünk. Raktam rá egy másik kilincset, ez egy utána gyárt szerintem. Az is lesz egy használt, de lényegesen magasabb, jobb fogású, mint ami rajta volt. Jöhet a rángatás. Na szóval felkerült rá a berántó. Az első, amit meg szeretnék nézni, hogy van-e szikra, hogy van-e bármiféle értelme a további erőködésnek. Habár akkor is meg szeretném nézni, milyen állapotban van a henger. Tehát a dugattyú, a henger, a főtengely, ezek ugye a fő alkatrészek. Ha ezek rosszak, akkor nem érdemes az egész géppel foglalkozni. Ha szép a henger, és aránylag nem túl kopott a dugattyú, gyűrűzni meg lehet, de lehet, hogy még utána gyártott dugattyút találunk hozzá, úgyhogy akkor mindenképp érdemes foglalkozni vele. Ha henger kuka, akkor szerintem az egész kuka. Na. Piszok szép, jó szikrája van, tehát gyújtás kipipálva. Visszatekerem a gyertyát, fújok bele egy kis fégtisztítót, legalább egy puffanásig el kéne jutni, hogyha olyan túl nagy problémánk nincs. Elképzelhető, hogy egyébként tehát rossz a karburátor is, meg a tengelytömítések is már ki vannak száradva. Nem tudom, milyen állapotban vannak a csapágyak, úgyhogy egy pöffenés jó esne, akkor megint egy biztató pontunk lenne.
Rászok most egy kis benzínnel próbálkozom. Nem fék tisztítóval, de legalább már olaj is van. Na! Hadd szóljon! Most nem kell szivató, csak fél gáz. Látszik a gépen, hogy szerelték, mert tiszta a torok, teljesen tiszta a karburátor, ez már került le róla, és ezt tisztították le. El nem hiszem, hogy ez annak idején így lett félredobva ez a gép, hogy ennyire tiszta. Ezzel a szívó karburátor torokkal, vagy csonkkal egybe van építve a szivató. Úgy kell lebűvészkedni, de sikerült, érdekes. Mehet a kukába. Na, tovább. Elég furcsa alakú ez a kis karocska. Melyik mérnöknek jutott ilyen az eszébe, baszki? Na, érdekes a benzincső, az egy ilyen egyedi. Na, elég jól állunk. Ez mi ez? Ez mi ez? Ez lehet a tankszellőző, is ide föl van vezetve. Ennyi. Az lehet, hogy így van a tankszellőző megoldva. Itt ebbe lehet itt valami. Na, ez nekem magas. Hopsz. Ez így kijött. Ez egy olyan cső, amin alig tudok átfújni. Ez valamilyen hülye tankszellőző lehet, de ez nem végzi el a dolgát. Egyelőre félreteszem, ez nyilvánvaló, hogy ki lesz váltva. Ennek a végébe teszünk egy szokásos ilyen kínai fost, ami hosszú évekig mindenhol ellátja a szerepét egyébként. Na! Jézus Mária, ez a szerkezet. Ehhez nem kell hozzányúljunk, tehát ebben nem kell csinálnunk semmit. A vezetékeket, azokat le kell húzni. Egy len van. Még összekeverni se lehet, az egyiken van védő, burkolat, a másikon nincs. Bal oldali volt a védő. Oké, ez is megvan. A torok az maradhat rajta. Srácok, lerobbantjuk róla először a hengert, én úgy döntöttem, majd utána kibontjuk az oldalát, de hát akkor nem tudjuk lefogni a kuplungot, marad a henger a kitámasztás miatt. Na. A fék az benne van, ezzel nekünk szerintem foglalkozunk nem kell, ha bár kopott, de teljesen jó még. Jézus Mária, az a kuplungunk. Van rajta csavar, tehát elképzelhető, hogy le tudom géppel hajtani, vagy pedig kitámasztom, és akkor krova fejjel, kézzel le tudom róla tekerni. Elég kicsi ez a fej, hogy a gép szerintem leveszi a sarkát. Megpróbálom kézzel. Srácok, kulcssal 15-ös megy rá, meg se bírtam mozítani, se géppe, se kézzel. Ez van. Úgyhogy jön ez. És a hammer. Srácok, elsőre lejött, menetrögzítővel volt rátéve. Rá lett menetrögzítő, ez azért nem bírtam. Na. Még most is ott füstöl belőle ki. Vastagon benne van a menetrögzítő. Ide nézzetek. Felesen bugyborékolta, ahogy fölmelegítettem. Jó, hát ennek ez a módja, srácok. A menetrögzítős, azt le kell melegíteni, az fölszedi. Egy az egybe leszette a gép. Na, tovább. A tükörgő elég jó, nem billeg ballag rajta. Még mindig meleg. Ahogy nézem, a kuplunk haramba van integrálva ez a tükörgő, ez ki lesz mosva. Nem bileget rajta, teljesen tökéletes.
Egy betétes téma van rajta. Powermatte, ez az Oregonnak a professzionális betétkereke, és elég jó állapotban is van. Ebből se kell neki új. Na igen, az a fajta hasonló olaj csiga, mint a 242-ben, tehát ezt így kézzel ki nem szered, viszont van rajta kettő furat, az arra szolgál, hogy kiveszed a csavarjait, oda meg belehajtod a csavart, és a csavar kitolja, tehát csavarral lehet kiszedni az ilyen olajpumpákat. És műanyag, srácok. Tehát műanyag. A magasabb része volt fölfelé, ezt meg kell jegyeznem, az alacsonyabb lefelé. Tökéletes. Jézus Mária. Ez tényleg oda van. Na, de egyébként látom az oldalán még a számokat is, feliratot. Eddig úgy néz ki, hogy még csapágyat sem kell cserélnünk. Ezen a felén a csapágy az teljesen jó, akkor a másik felén miért lenne rossz? Na, szedjük le a lentkereket. A lentkerék az elég könnyedén lejött, és van benne egy érdekesség számomra, nem tudom már számmal, és kettő égpálya van rajta. Most, hogy melyiken volt, azt nem jegyeztem meg. Ilyet legutoljára 064-es télnél láttam, ott egyel arrébb lett rakva valamiért, más típusra is jó ez a lentkerék, úgyhogy azért van rajta kettő égpálya. Úgyhogy elképzelhető, hogy hiába volt szikránk, hiába spricceltem be neki, azért nem olyan akartam, mert lehet, hogy ezt már arrébb tették egyel, és nem volt túlságosan ráhúzva. Tehát itt már a szerelőnk, aki valaki szerelt, valószínűleg elugratta. Na hát majd összerakáskor megmutatom, hogy házilag hogy tudom megállapítani, melyik lesz a jó égpálya. Nagyon egyszerű, srácok, megkeressük a felső holdpontot, az egyikkel fog passzolni, a másikkal nem. És ugye a mágnes akkor fog ott állni, tehát ezt akár már most is illusztrálhatom nektek, srácok. Nem tudom tényleg, melyikről húztam le, mert csak lehúztam, utána láttam, hogy már kettőnk van. Most a másodikba raktam, megkeressük a felső holdpontot. Itt a felső holdpont. Én azt mondom, hogy ha ebbe raktam, az nem jó, hanem ebbe fogjuk rakni. Tehát ugratjuk egyet arrébb. Egy. Egy könnyebben ráteszem. Na most van rajta. Na. Voilà, itt a felső holdpont. Tehát egy R betű, vagy egy P betű, mint pozíció, ahhoz kell majd összerakni. Ilyen egyszerű, srácok. Ja, a szimmering az szinte kézzel kijött a másik oldalról. Itt van. Körülnézek, lehet, hogy van is ilyen szimmeringem, mert tolmárból föl vagyok készülve. Ez ugyanaz, srácok, mint az 5000, vagy az 5000-es, vagy az 5105, vagy mit, hogy mi a neve. Na hát itt is ugyanazt találjuk, mint a 2-es, a 242-be. Ebbe, úgy látszik, ebben az időben ez volt a hobbija a Huszkornának, hogy így oldja meg ezt a gyújtás alatti részt. Egyébként faszatérisztalos gyújtás, itt már nincsen megszakító, nem izé, tehát ez aránylag egy mai kornak megfelelő, tulajdonképpen modernebb gép, tehát körülbelül a komacsuk lónoknak a technikai színvonalát hozza. Közben valahonnan egy szilánk ment az ujjamba, de ezt imádom. A lányom majd kiszedi. Na, levesszük róla ezt a marhaságot. Ezeknél a csavaroknál is, hogyha nem jók ezeket, én általában az ilyeneket menet rögzítővel rakom bele, de úgy nézem, hogy azzal is van, vagy valami szilikon, pazd meg. Szilikonnal van belerakva a csavar. Ja, ezt már a kendácsolták. És annyira nem értett hozzá a kendács csávó. Én tudom ám, hogy ki kendácsolta. Csinált egy híres videót, hogy átvertem a 372-vel. Tőle kaptam ezt akkor, mikor azt a gépet kapta, 3 vagy 4 gépet küldött nekem, meg utána még küldött ilyen kínai géptől kezdve, nem a izéket, na, MTD-t.
kettő darab MTD-t küldött még. 5-6 gépet küldött nekem boldogságába. Aztán benyalt egy óriási valakba, onnantól kezdve srácok, megőrült, tehát kábítószer függő lett, sekszőr függő lett a csáv, aztán hát nőtt is neki most egy rőzse bajsza tőle. Így ebben benne van a szimmering, srácok, ebben. És a barátocskánk, ugye a dombovári fatelepi csávó, akit a bíró átbaszott, ide kendácsót a szimmering alá, szilikont. Tud a csávó, gyerekek, ott van a szeren. Én nem is tudom, hogy szerintem most valamelyik Husqvarna szervisz fel fogja hívni. Szerintem megadnak neki minden pénzt ezért a tudásé. Ember, hát miért nem vettél bele új szimmeringet? Hát ez nem csoda, hogy nem lett jó ez a gép. Ajak, tehát ilyen ajak, az már fekszik, lapos benne minden. Mire számoltál? Itt, amit a szimmering? Itt? Erre gondoltál? Te zajon mellette vagy. Api. Na ezt a szimmeringet is kiszedem, és akkor majd meg lesz a, hogy milyen kell bele. Na szóval, srácok, ebből is kijött a szimmering. Ebbe egy ilyen kicsi volt, irányzzétek, hogy ki van járva a szája neki. Itt van benne egy fekete gumi ógyűrű, nyilván ez felel azért, hogy a tömítettségért, ezt az ógyűrűt is nyilván cserélni kell majd benne. Ide majd keresek bele egy új ógyűrűt. Szimmering vadászat, ez a kettő szimmering volt benne. Habár ugye ez nem fémkeretes, teljesen mindegy, srácok, ez ugyanúgy meg fogja tenni a dolgát. Pontosan. Na, talán ez egy picivel a kék vastagabb, de szerintem elmegy. Ez pedig szerintem a tengelye 15-ös. Pedig már megőrültem, és tessék. Egy stíl, srácok. Egy stíl fűkasz a szimmering. Ennyi. Ma majdnem kézzel bele tudom nyomni. Érdekes lesz azért ezt innen így bele játszani. Mindegy, ez van. Gyere vissza. Majd azért megnézem, húzok szemüveget, megnézem a méreteket is. Szerintem ugyanaz. Hát akkor nincs más hátra, mint nézzük meg, hogy a henger milyen állapotban van. Ugye azt fogja eldönteni végül is itt, hogy a felújítás az ilyen megéri, vagy nem éri meg. Egyébként a csapágy az totálisan feszes. Talán szedték szét, csapágyazták, hihetetlen, mert nagyon jól néz ki a csapágy egyébként. Tehát mind a kettő elég jól néz ki. Meg nem is kotyognak, úgyhogy biztos, hogy nem fogom cserélni. Na, hát kapjuk le a henger, srácok. És akkor már is eldőlt, hogy érdemes volt egyáltalán ennek nekiálljak most, vagy egy elfecsérelt idő. Egy masszak kipufogó tömítés volt alatta, ami mondjuk a egynegyed részét kitakarta a kipufogó nyilásnak, hogy ezt miért csinálták ilyenre, nem tudom. Látszik az a pereme, az ott belerúgott. Na, hát ezt majd mi megoldjuk. Sima klingeritből én fogok ilyet vágni, nem hiszem, hogy kapok vagy veszek. A 242-t kaptam, de minden mérete rossz volt neki, tehát át kellett szabnom. Habár nem volt drága, lehet, hogy ha van hozzá készlet, megveszünk. Rátesszük azt is. Az egyik tőcsavar nem maradt, a másik kijött, de nem lényeg, majd azt le fogom szedni róla az anyát. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy menetmetszővel felfrissítem kicsit a menetet. A hengerbe tovább vágom egy nagyon picit a menetet, és az már nagyon szorosan fog majd belemenni, oda jó beleszorítom, és megint ugyanúgy kintről fog működni, ahogy ennek kell. Na, leveszik a foggantyút, és lerántjuk a hengert róla. Na, akkor most derül ki, hogy lesz-e ebből biznisz vagy sem. Hó.
Na, akkor nézzük először a hengert. Bevonat. Úgy nézem, srácok, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy makulátlan. A szó legszorosabb értelmében makulátlan. Tehát a leghalványabb kopá, tehát ilyen karcolás, vagy kopás, vagy bármiféle nemű probléma. Én legalábbis nem fedezek fel benne. Ahol látszik, hogy kicsit, tehát itt nagyon, igen, hát fényesnek fényes ott, ahol jobban koptatja, ott, ahol nem jár a dugattyú, ott kicsit ilyen mattos, vagy ha gyűrű, ahol nem jár. Srácok, ez a henger, ezt érdemes megmenteni. Igen, tehát a karburátorra valószínűleg foglalkoztak, itt alatta van egy újdonságos tömítés, ezt már viszont fölötte meghagyták, tehát itt már meghagyták. Ott is fontos, de itt is fontos a karburátor és ez között is, tehát ez is fontos, tehát teljes mértékű tömítés kell, tehát egy tömítés az nem csinál nyarat, tehát mi ennyire olcsón azért nem akarjuk majd felújítani. Tehát én mindenhova fogok tenni új tömítéseket, ezt tuti. Na, srácok, innentől kezdve azt lehet mondani, hogy érdemes felújítani a gépet. Tehát érdemes nekiállni, van egy hibátlan patyolat hengerünk. Na, dugó! Habár nyilván van benne kopás, de srácok, szemmel láthatólag ez a dugattyú nagyon jó. Teljesen jó. Itt a főtengely az 100%-os. Srácok, ezt a gépet érdemes megcsinálni. Na hát akkor belenézünk még a karbiba gyorsan. Megnézzük azért a gyűrűhízagot. Elképzelhető, hogy ez már kaphatott egyszer egy valamilyen dugattyú, de nem kínai fosnak néz ki, srácok, ez a dugattyú. Kompresszióval semmi baj nem volt. Elképzelhető, hogy kapott ez egy új gyűrűt, nem tudom. Szemmel látszik, hogy körülbelül olyan 20-30 környékén, tehát bőven nagyon jó. Még gyűrűzni sem kell, srácok. Egy darab szimmeringgel eddig, tehát eddig egy darab szimmering, és egy jó gyűrűvel úgy néz ki, hogy ez javítható lesz a gépünk, és valószínűleg levették a kendács óta, szegény, azért nem pöffent ezt, srácok, nekünk még beöntésre se, pedig megkendács óta a szilikonnal, aztán látta van rajta kettő bevágása lentkeréke. Hát majd mindegy, az nem azért van kettő, hogy könnyebben rá lesen tenni. Ha nem ebbe sikerül, sikerül abba. Na, a dombovári fatelepi csávunk, 268-asunk. Vilicsféle 268-asunk. Hallod, azért nagyon messze vagy te még a gépektől. Na jó van, srácok. Azért örülök, hogy odaadtad ezt a gépet, legalább normálisan meg lesz csinálva, meg lesz neki majd egy normális gazdája is. Meg aki igényt tart a gépre, az már kettő vagy három gépet vett tőlem. Irány mindegy. Azért veszi meg a harmadikat is, hát ha az majd jó lesz. Az első kettő nem lett jó. Ezek szerint majd biztos ez van, nem? Na, srácok, van egy jó gépünk. Van egy jó dugattyunk, van egy jó hengerünk. Nézzük meg, jó-e a karbi. Szerintem jó gépet lehet belőle csinálni. Főleg, ha ez még a gyári dugattyúja, akkor tuti. Tehát ez még a gyári hengere is ráadásul. Nem is Mahler. Mi ez? Aki írt, hogy érdekelni a gép, tehát akkor ilyen. Tehát látod, ez a gép ilyen. Lehet belőle jó gépet csinálni. Nem tudom, hogy ez a gép ez egyáltalán amikor jó. Hogy jó-e, nem tudom, hogy ezt lehet-e érteni, tehát, hogy van-e olyan jó, hogy mit tudom, mint egy 350-es Husqvarna, vagy 346 XP, fogalma nincs, hogy van-e olyan jó, de hogy közel olyan jót lehet bele csinálni, mint amire tervezték, az szinte biztos. Tehát ezek az alkatrészek, amik kellenek hozzá, bagatell, nekem az az ár, amit írtál, így totálisan megéri, ha te tartod még ahhoz magad, akkor írjál, ebből akkor egy jó másfél hónapúban lesz
egy hónap, másfél hónap múlva lesz gép, és akkor láthatjátok majd az összeszerelést. Srácok, ez a videó ennyi volt, ez annak készült, aki érdeklődött a gép után. Ha bármiféle gép után esetleg érdeklődsz, nem láttad még itt nálam videóba, nyugodtan írjál, mert hát, ha rejlik egy-kettő a dobozokba, úgyhogy, és esetleg akkor abból tudunk videóanyagot csinálni, és valaki akkor egy boldog gép tulajdonosa is lehet. Sziasztok!